Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Jó reggelt kívánok, 7 óra 5 perc a pontos idő. Tudják, milyen nap van ma? Jó, van, aki azt mondja, hogy ez kicsit gicses, van, aki azt mondja, hogy nem is kéne ünnepelni, meg van, aki azt mondja, hogy ez amerikaiak találták ki. Mi keresni valója van ennek Magyarországon? Ma van, kérem, Valentin nap, február 14-e. Ked. Úgyhogy, ha van Valentin nevű hallgatónk, őt külön köszöntjük. Egyébként meg az én fiamat is Bálintnak hívják, úgyhogy a Bálintokat aztán én meg tényleg nagy szeretettel. Szóval, Isten éltesse azokat, akiket ünnepelni kell, és ne felejtsék el szeretteiket. Na, az adás nagy része egyáltalán nem ilyen emelkedett légkörben zajlik majd, mert hogy ez egy alapvetően politikával, közélettel foglalkozó műsor. Így aztán arról beszélünk mindjárt, hogy ülésezett a Költségvetési Bizottság. Már csak azért is érdekes volt ez, mert a kormány egy péntek esti rendelettel simán módosította a 2023-as rendelettel meghozott büdzsét, amit mondjuk megvárhatott volna akár logikusan az országgyűlés következő ülésére is, de nem, ezt ők megtették az éjszakában. Aztán beszélünk majd arról, hogy távozik a NATO főtitkára, és hogy lefejezik a magyar lefejezik a magyar honvédséget. Azt mondják a főtisztek jelentős részének, akik elérték a 45. életévüket, hogy mehetnek nyugdíjba. Nagyon sokan erre vártak régen, mert hogy az volt korábban a gyakorlat, hogy volt kedvezményes nyugdíj a honvédségnél, na most nem így képzelték talán ők sem. Erről is beszélünk, majd beszélünk arról, hogy a múlt héten egy társaság 4 támadást hajtott végre Budapesten. Vajon ez hogy lehet kivédeni, lehet-e ismerni azokat, akik, és lehet-e figyelni azokra, akik ilyen bűncselekményeket elkövethetnek, és hogy mi adta az apropóját, erről is szólunk majd. Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni akkumulátorgyár, hogy hogyan lehetséges ez akkor, amikor mások, leginkább környezetvédők azt mondják, hogy a környezetszennyezés az gyakorlatilag kódolt ennél a gyárnál. Erről is szólunk majd, és arról is, hogy a 40 év alattiak nem választanák a Fideszt, de az is igaz, hogy nincs más pártjuk sem. És még sok más téma, hisz egészen 9-ig együtt tölthetjük az időt, remélem így is lesz. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Tegnap ülésezett a Parlament Költségvetési Bizottsága, 5 módosító javaslat érkezett az ellenzéki képviselőktől, de egyiket sem szavazták meg a tagok. Emellett a kormány egy péntek esti rendeletével módosította a 2023-as rendeleti büdzsét. A részletekről Vajda Zoltánt, a Költségvetési Bizottság MSZP-s elnökét kérdezzük. Biztosan nem fel egy Költségvetési Bizottsági elnöktől megkérdezni, van-e értelme a Költségvetési Bizottságnak, és hát nem először faggatom én erről már. Igen. Vajda Zoltán, jó reggelt kívánok! Szép reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak. Igen, pont ez jutott eszembe, hogy amikor talán legutóbb beszéltünk, akkor föltette ezt a kérdést nekem, hogy van-e értelme. Igazán azt mondom, úgy kérdezte, hogy van értelme bárminek. És bárminek biztos van, hát azt tagadom, hogy bárminek ne lenne. Az életnek van például, de hogy mondjuk ezt a huncutkodást a parlamentben, amit csinálunk, annak van értelme. Tisztán emlékszem, hogy ezt föltette nekem a kérdés, és akkor én rávágtam arra azt, hogy hát azért legalább azokat a megmaradt területeket, amik vannak, azokat nem szabad feladni, mert azokkal élni kell. Őszintén mondom önnek, hogy azóta ez az álláspontom elvi szinte nem változott, de például ami történt tegnap, meg ami történt péntekre, aztán mind a két témáról tudunk egy-egy szót beszélni, hogy hogyan fölpújítanak egy költségvetés rendeleti úton, vagy ahogy egy totálisan értelmetlen bizottságülést tudtunk tartani sajnos tegnap. Valóban ilyenkor konkrétan fölmerül bennem, hogy van-e értelme ennek az egésznek. Mondom, az elvi álláspontom nem változott, hogy egyéni országgyűlési képviselőként muszáj képviselnem a választóimat, de ilyenkor konkrétan fejemben van az, hogy vajon minek csináljuk ezt. Valóban elnézést, hogy így azonnal erre reagáltam. Hát érzem az elkeseredettségét, én pedig azért faggatom erről újra és újra, talán okkal, mert amikor egy kormány rendelettel hoz meg egy jövő évi költségvetést, az eleve felveti a parlamentarizmus kérdéseit. Másrészt pedig arra hivatkozik, hogy a legkülönbözőbb módokon fenntartott intézmények a legkülönbözőbb módokon megvont költségvetését egy másik rendelettel egy pillanatok alatt visszaállítja, tehát volt egy látványos gesztus, majd pedig azt mondja, hogy ja, egyébként hozzá lehet jutni ez a forráshoz, majd mindig egyenként engedélyezzük. Akkor az egész egy ilyen bohóztréfává alakul. Nagyjából nem tudok közben vitatkozni. Én ezzel együtt is ez egy icipici sikernek gondolom, az, hogy legalább azért
formálisan ezt a költségvetést mégis behozták az országgyűlés elé. Én tudom, hogy ez csak egy szépségtapaszt, és nem vagyok naív abban, hogy a fideszes úthenger szó szerint azt fogja megszavazni, amit ők benyújtottak, és semmilyen módosítót, mert a mi oldalunkra benyújtott módosítót nem fognak befogadni, de legalább azt sikerült elérni, hogy azt az őrült dolgot, hogy egy 32 éves hagyomány, sőt visszatekinteni, a Kádár rendszerben sem volt olyan, hogy az országgyűlés megkerülve hozták volna a költségvetést, vagy fogadták volna a költségvetést, legalább ezt azért nem tették meg, és ugyan évközben, és egy formálisan már elfogadott költségvetést, de legalább, hogy is mondjam, csak megfuttatják az országgyűlés. Hát ez olyan, hogy kipipáljuk egy ilyen gesztussal, hogy bevisszük, aztán kihozzuk. Valami ilyesmiről van szó szerintem is. Azt például nem lenne érdemes firtatni, hogy Európában egyedülálló módon miért van Magyarországon még most is veszélyhelyzeti kormányzás? Én ezt a magam formájában, ahol csak tudom, akár amikor miniszteri meghallgatás van, akár bármilyen költségvetési bizottság ülésünkön, vagy amikor a plenárison tudok ilyennel kapcsolatosan megszólalni, akkor ezt firtatom, mert hogy teljesen abszurditás. Én azt gondolom, hogy azért az uniós tárgyalásoknak ebben a végtelenül kritikus szakaszában azért abból a szempontból az utolsó pillanatban talán elrántotta a kormányt, hogy ilyen rosszul fogalmazza, hogy mégiscsak behozzák az országgyűlés elé. Emlékezzünk arra, hogy decemberben Orbán arról beszélt, hogy ők simán csak egy rendeleti költségvetést alkotnak, mindenféle módon kihagyva az országgyűlés, de ha erre a konkrét dologra is átérhetek, amit ön említett, hogy egy péntek éjszakai vagy péntek késő esti rendeletben mit tettek, két dologban is abszurditás, ami történt, vagy vérlázító, az egyik tartalmilag. Tehát ők arról beszéltek tavaly nyáron, hogy ők magukon kezdik a spórolást, amikor ezeket a bődületes megszorításokat bevezették, azt mondták, hogy itt olcsó állam lesz, magukon kezdik a megszorítást, és valóban hoztak egy olyan szabályt, hogy a minisztériumoknál zárolnak komoly tételeket, amit tettek péntek este a rendeletben. Tartalmilag arról van szó, hogy felpújították ezt a zárolást, tehát ez a magunkon spórolunk ígéretet egyszerűen szembe köpték. És formálisan meg azért abszurditás, mert egy olyan törvénytervezetről van szó, ami az országgyűlés előtt van, a költségvetésről van szó, és nem várták meg, hogy a törvényt tárgyalja az országgyűlés, hanem ez átugorva egy rendelettel módosították. Szóval tartalmilag és formailag is felháborít, ami pénteken történt. Az, hogy a kormánynak mindig van egy hivatkozási alapja, méghozzá az, hogy van egy rezsivédelmi alap, és hogy mindent annak szempontjai alá kell rendelni, mert hogy ott kell összegyűjteni a pénzt. Az a dolog az alapvetően ott dől meg, hogy vannak arra mutató adatok, hogy Magyarországon a harmadik legkisebb rezsivédelemben részesül a lakosság az egész Európai Unióban. Nagyjából a mondjuk 10%-át kapják a magyar polgárok ahhoz képest, amit Szlovákia költ a rezsivédelemre, a szomszédország. Akkor ez miféle nagyvonalúság és miféle gyűjtés a rezsivédelem jegyében? Hát ugye van ez a mondás, hogy a sánta kutyát könnyebb utolérni, vagy a hazug embert könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát, pont fordítva kezdtem mondani a mondás. Hát én ezt kiszámoltam, tehát ebben a bizonyos rezsivédelmi alapban, most már számot nem fog tudni fejből mondani, de higgyel, hogy az eredmény az pontos lesz. Ha megnézem, mennyi pénz van a rezsivédelmi alapban, és az elosztom, hogy hány magyar család van Magyarországon, a KSH publikált, ha ezt a két számot elosztom, akkor kicsit kevesebb, mint 40 ezer forintról van szó, amit havonta a magyar családok kapnak rezsivédelem címén. Egyébként, ha ebből az áfát levonjuk, akkor tényleg már bőven 40 ezer forint alatti összegről van szó, és ne felejtsük el, hogy a kormány arról beszél folyamatosan, hogy minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap az államtól rezsivédelemre, tehát ez egy egyszerű matematikai osztással rajta lehet őket kapni, hogy ez a szám, ez egy politikai bluff, ez egy politikai kamu, amiről szó van, valójában ennek a negyedéről van szó nagyjából, amit kapnak a magyar családok. Na meg is kerestem, várjon egy pillanatra. Úgy van ez, hogy Magyarország a GDP 1,1%-át költötte rezsitámogatásra a tavalyi esztendőben. Ugye erre mondom, hogy ez a harmadik legalacsonyabb érték az Európai Unióban. Az első helyezett Szlovákiában a GDP 9,3%-át. A lesajnált Németországban, ahol lassan megfagynak az emberek és éhen halnak, ugye erre emlékszünk, erre a kommunikációra fél évvel ezelőttről, 7,5%-ot, és Ausztriában 5,3%-ot. A Brüggel intézet gyűjtötte egyébként az adatokat, tehát egyáltalán nem ex-has született adatok. Ha így nézzük, akkor voltaképpen az történik, hogy az állam annyit ad, amennyit a látványpékség kedvéért muszáj adni.
Igen, ezek adatokat nem ismertem, és köszönöm, hogy mondta, rá fog keresni, és fogom használni akkor a kommunikációmban, mert ezt nem ismertem, de valóban egyetértek önnel, az óriás plakátokra ki tudják ezt tenni, és ne felejtsük el, hogy tavaly a választási kampányban milyen hadjáratot folytattak ellenünk, hogyha mi nyertünk volna, akkor a rezsicsökkentés, hogy töröltük volna el, ennek az ellenkezője történt, ők törölték el ezt lényegében. Örüljünk annak, mondjuk, hogy egy nagyon-nagyon enyhetelünk volt, szerintem ezért tényleg mindjárt hálásak lehetünk a sorsnak, hogy ez történt, mert így legalább az emberek valamennyire tudtak fűteni. Abszurd, amit tesznek valóban. Volt 5 javaslata az ellenzéknek a költségvetési bizottságban, amit elutasította a kormánypárti többség. Mik voltak ezek a javaslatok? Elmondom már is a javaslatokat is, és nem csak az, hogy elutasították, hanem mit tettek a fideszes kollégák. Valóban, tehát ellenzéki képviselőtársaim összesen 5 darab módosítót nyújtottak be ehhez a bizonyos költségvetéshez, csak tényleg csak tartalmilag gyorsan összefoglalnám. Az egyik az arról szólt, hogy a postákat, a bezárt postákat a helyi önkormányzatok hogyan tudnak megnyitni, és ez hogyan kaphatnának támogatást ennek a működtetésére. Aztán volt a pedagógusok által szerintem nagyon jogosan követelt béremelésnek a biztosításáról, a szociális ágazatnak a rendezéséről, az óbudai házi orvosoknak az energiaköltségét hogyan lehetne mérsékelni, illetve az egészségügyi szakdolgozóknak a béremeléséről. Aztán, ha csak így gyorsan összefoglalom, azt lehet érezni, hogy ezek mind nagyon releváns, aktuális, és a társadalom szempontjából nagyon-nagyon fontos égető kérdések, amelyet ellenzéki kollégáim benyújtottak módosítóként. Hát a következőt tették a bizottság fideszes tagjai. Nem csak, hogy leszavazták, tehát vagy nemmel, vagy tartózkodással szavaztak, azaz nem engedték azt, hogy úgynevezett tárgysorozatba vegye az ország, és ez azt jelenti, hogy legalább tárgyaljunk róla, nem biztos, hogy meg kell szavazni, de legalább lehessen róla beszélgetni, lehessen róla tárgyalni. Ezt sem engedték, ez önmagában vérlázító, de ami számomra valóban friss országgyűlési képviselőként és friss bizottság elnökként most volt először ilyen sokkoló élmény, hogy meg sem szólaltak. Ezt nem képletesen mondom, hanem a szó konkrétumában nem nyitották ki a szájukat. A bizottságülés úgy telt el, hogy a fideszes kollégák semmit nem szóltak hozzá, egy szót sem szóltak hozzá, nem indokolták. Miért? Pedig akár az előterjesztő, akik a benyújtók voltak ezeknek a módosítóknak, akár én bizottsági elnökként, hát hogy is mondjam, csak provokáltam őket. Én egyébként tanár vagyok, egy főiskolai tanár vagyok, tehát próbáltam úgy, mint egy diákot felszólítani, hogy mondjanak már valamit, nem mondtak semmit. Vélemény, indoklás, hozzászólás nélkül egyszerűen nem engedték azt, hogy egyáltalán vitázhasson ezekről az országban, és egészen szürreális élmény volt. A főiskolán a vizsgán nyilván ilyenkor megkéri a hallgatót, hogy legyen kedves egy másik időpontban visszafáradni, mondjuk egy évvel később. Erre itt majd jövőre a költségvetési vita újabb fordulójában persze megint lesz lehetőség, de hát addig még lesznek ez ügyben fordulatok, van egy olyan érzésem. Köszönöm, hogy ezeket elmondta. Vajda Zoltánt hallották. Köszönöm, itt az aktuálban az MSZP országgyűlési képviselőjét, a költségvetési bizottság elnökét. Minden jót! Szép napot mindenkinek, tiszteletre, köszönöm. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ősszel távozik tisztségéből a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg mandátumát 3-szor hosszabbították meg, és összesen csaknem 9 évig szolgált a szervezet élén. Hogy ez milyen hatással lehet a szervezet irányvonalára, arról Vadai Ágnest, a DK országgyűlési képviselőjét, a NATO bizottsági elnökét kérdezzük. Meg majd beszélünk még más katonai dolgokról is. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Változik a NATO-ban valami attól, hogy ki a főtitkár? Mennyire van személyes súlya annak, hogy kit neveznek ki a következő időszakra? Nyilván fontos mindig a személyiség. Jens Stoltenberg egy nagyon nyugodt kollega volt, aki nagyon érezte azokat a biztonsági kihívásokat, és nagyon érezte, hogy milyen lépéseket kell tenni, de természetesen miután a NATO tagországok mindegyikének el kell fogadni a leendő NATO főtitkárt, én ebben nem látok olyan hatalmas nagy változást. A alapvető stratégiai dokumentumok világosan mutatják, hogy mi a NATO következő időszakban, milyen feladatai vannak a következő időszakban a NATO-nak, mint védelmi szervezetnek, úgyhogy bár személyesen is nagyon kedveltem, és tényleg egy nagyon jó fejnek tartottam, nyilvánvaló az új főtitkára is ugyanilyen nyitottsággal fogunk tekinteni, és várjuk, hogy ki lesz az új NATO főtitkár. Az, hogy a magyar hadseregnek alkalmazkodnia kell a NATO feltételeihez, az teljesen nyilvánvaló, és hát ez nem egy új keletű dolog. Az, ami most zajlik a Magyar Honvédség keretében, a főtisztek nyugdíjazása és egy ilyen rohamszerű nyugdíjazás, az mennyire
felel meg azoknak az elvárásoknak, amiket a NATO a Magyar Honvédséggel szemben támaszt. Arra gondolok, hogy fiatalabb, felkészültebb tisztek, esetleg felkészültebb tisztek. Arra gondolok, hogy az idősebb tisztek és a fizikai teljesítőképesség korlátai, meg ilyesmikre, amikre egyébként pont hivatkozik a honvédség. Ja, a NATO ilyen jellegű kérdésekben nem szokott beleszólni. Nyilvánvalóan figyelemmel kísérik az átalakulásokat, és azért tudom, hogy vannak, akik aggódva figyelik, hogy mi is történik a magyar honvédségnél, de ez annak az adott országnak a hatásköre, hogy hogyan alakítja a személyügyi kérdéseket. Hozzáteszem, nagyon rosszul alakítja a jelenlegi magyar kormány a személyügyi kérdéseket. Olyan tábornokokat, tiszteket és alacsonyabb rendfokozatban lévő katonákat távolítanak el, szó szerint távolítanak el a magyar honvédségtől, akik erejük teljében vannak, akik már bizonyítottak, akik nyelvet beszélnek, megjártak missziókat, NATO beosztásokban voltak. És jelen pillanatban nem nagyon látom, hogy hogyan lesz képes a magyar honvédség, illetve a honvédelmi tárca ezt a tudást, ezt a tapasztalatot és ezt a kapcsolatrendszert pótolni, különösen azért, mert a miniszter bevallása szerint, hiszen ő maga nyilatkozott a Bloombergnek, 8-10 ezer fős hiánnyal küzd a magyar honvédség. Egy ilyen lépés, amelyet januárban megtett a minisztérium, az nem segíti a magyar honvédségen belüli stabilitást. Ráadásul 45 éves, illetve a fölötti hölgyeket és urakat az utcára tenni valamilyen kritérium alapján, azon kívül, hogy 45 év felettiek és 25 év tényleges szolgálati viszonnyal rendelkeznek, az nem azt a képet mutatja a magyar honvédségről, hogy itt egy hosszú távú karrier lehetőség lenne. Hiszen aki mondjuk 45 éves, és láttam olyan elbocsátó miniszteri határozatot, ahol 45 éves kollégát raktak ki, neki még 20 éven van a nyugdíjig. Katona nem úgy lesz az ember, hogy reggel föl kell valaki és hirtelen akkor azt mondja, hogy na jó, akkor én katona leszek. Aki a hivatásos pályát választja, az egy egész életre köteleződik el a hazavédelme iránt, és az esküjükben világosan elmondják, hogy az életük árán is megvédik a hazát. Éppen ezért azt gondolom, hogy egy kiszámítható, hosszú távú, tervezhető életpálya modellre van szükség. Ez az, amit nem nagyon lehet most látni a honvédelmi tárca tollából. Az, hogy a honvédség parancsnoka, Ruszin Szendi Romulus, egy olyan parancsnok, aki valódi katonaként, és nem úgy, mint egy miniszter, akinek nem is kell egyébként feltétlenül katonának lenni, és a mi esetünkben Szalai Bobrovicki Kristóf nem is az. Szóval, hogy ő valódi katonaként lépett a ranglétra tetejére, az mennyire mutatja azt, hogy igenis van karrier lehetőség? És mennyire mutatja azt egyébként a nyugdíjazások esete, hogy a miniszter viszont nem ismeri a hadsereget, tehát lehetnek itt célzott karrier támogatásként is felfogható nyugdíjazások. A miniszter teljesen inkompatibilis a magyar honvédséggel és a honvédelmi tárcával, ez nyilvánvalóvá vált az elmúlt egy hónap eseményi kapcsán. Amiről ő beszél, hogy nem mindenkiből lesz tábornok, ez valóban így van, csak jelen pillanatban a tábornokokat, tehát olyanokat is elbocsátanak, akik éppen lett tábornok. Az a karriermodell, amiről a miniszter beszél, ez a vagy fölfele, vagy kifele, ugye ez az amerikai hadseregnek volt egy karriermodellje, és már elavulttá vált. A haditengerészetnél éppen a tavalyi évfolyamán függesztették föl ezt az életpályamodellt, mert rájöttek arra, hogy nem kell feltétlenül mindig fölfele menni, lehet, hogy valaki az adott pozícióba, az adott feladatba kiválóan teljesít. Ráadásul az Amerikai Egyesült Államokban valaki kikerül a hadseregből, akkor tárkarokkal válja meglehetősen nagy védelmi ipar. Magyarországon nincs ilyen védelmiipari lehetőség, még akkor is, hogyha most az elmúlt időszakban nyilvánvalóan építettek gyárakat, de ugye azért senki nem gondolja, hogy egy vezérkari főnök majd a Linksgyárba fog dolgozni. Olyan tudás halmozódik föl, és halmozódott föl a magyar honvédségnél, amelyet használni kellene, ehelyett a miniszter meglehetősen cinikusan azt nyilatkozta, hogy ezek az emberek, akiket most ő kiválogat és kirúg, azok lehetőséget kapnak, hogy a civil életben dolgozzanak. Azért az nem annyira egyszerű, főleg, hogy nem volt ebben semmiféle karriertervezés. Azt sem tudjuk,
egyébként, hogy kitalálta ki ezt az egész rendszert, kirakta össze a feltételeit, hogy így eltávolítják ezeket a katonákat a Magyar Honvédség kötelékéből. Szóval ezért mondom én azt, hogy a miniszter nem igazán kompatibilis a hadsereg. Na de valaki nyilván súg neki, tehát valaki nyilván írt egy listát, ami alapján van, aki nyugdíjazást kap, van, aki pedig előléptetést. És hát én erre gondoltam az előbb, hogy ő ugye civil, mármint a miniszter. A honvédség parancsnoka pedig nyilvánvalóan nem, ő egy tüzértiszt, aki eljutott a rangléta tetejére, és nyilván vannak előléptetési szempontjai. Igen, minden vezérkari főnök így jutott, minden hát vezérkari persze, főnök persze. Jutott el a pozíciójába. Sokféle hír kering arról, hogy hogyan állítják össze a listákat. Az én információim szerint az alakulatokon belül bíztak meg embereket, hogy állítsanak össze bizonyos kritériumok alapján listákat, és akkor ez alapján történik a szemezgetés. Na de könyörgöm, az alakulatok parancsnokait bocsátják el éppen, tehát a beosztott azt javasolja, hogy rúgják ki a főnökét? Nyilvánvalóan nem, tehát a legfelsőbb szintet azt a miniszter valakivel vagy valakikkel kiválogatta, tehát ott így történt a döntés, de pont azért, hogy ezekben a kérdésekben lássunk, világosan írásbeli kérdést többet is benyújtottam a miniszterhez, például azt megtudni, hogy ki állította össze a kritériumrendszert, melyik szervezet vagy éppen cég volt az, amelyik ezt az egészet tulajdonképpen kitervelte a miniszter, illetve hát a miniszterelnök utasítása alapján. Hát mindenkit derültékből villámcsapásként ért ez a döntés, és nem volt ennek semmilyen látható jele. Most már ugye a végrehajtás történik, tehát a különböző alakulatoknál megbíztak személyeket azzal, hogy állítsanak össze listát, ami nem mindig sikerült tökéletesen, és ugye nyilván a miniszter környezetéből állítottak össze listát. Tudok olyat, akit megbíztak azzal, hogy állítsa össze a listát, de ő is kapott egy listát, és a lista végén éppen ő szerepelt. Az milyen szép. Igen. Na, hát ez a listázás, ez Magyarországon a történelemben mondhatni gyakorlat, úgyhogy nem teljesen újszerű. Ezért lényeges, hogyha egyébként a minisztérium tervez változtatásokat, akkor azokat objektív kritériumok alapján átláthatóan tegye. Most jelen pillanatban egyik sem teljesül, mert a miniszter kizárólagos joga, hogy kit szemezget ki az állományból, és senki nem tud semmit. Azt sem tudjuk, hogy tulajdonképpen hány embert bocsátottak el, csak a legenda és a hírhamisítás történik ebben az ügyben, ezért nagyon várom azt, hogy a miniszter minél hamarabb válaszol az írásbeli kérdésemre, és elmondja, hogy kiket, hány embert, milyen kritériumok alapján bocsátottak el, mert világosan kell látni, hiszen a hadseregnek stabilitásra van szüksége, és jelen pillanatban ez biztosan nem jellemzi a Magyar Honvédséget, sajnálatos módon köszönhetően a kormány tevékenységének. A NATO bizottsági elnökét, a DK országgyűlési képviselőjét, Vadai Ágnest hallották. Köszönöm szépen, képviselő. Köszönöm szépen, legyen szép napjuk, viszont hallásra. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. A múlt hét második felében egy magyarokból és külföldiekből álló vegyes társaság 4 támadást hajtott végre Budapesten, találomra kiválasztott emberek ellen, derült ki a rendőrség tegnapi sajtótájékoztatójából. A közbiztonság alakulásáról és a lakosság bűnözéssel kapcsolatos attitűdjéről dr. Barabás Andrea Tündével, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatójával beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre áll, ilyen korán 7 óra 33 van. Egészen döbbenetes a történetben, amit itt ismertetett kolléganőm néhány mondatban, az, hogy voltak éppen látszólag ennek nem rablás, hanem egészen egyszerűen a fájdalom okozása, valamiféle agresszió kiélése volt a célja és oka. Viperával támadtak, gázszprével fújták az embereket, csonttöréseket okoztak, és hát látszólag találomra, aztán egyébként, ha mélyebbre megyünk a dologban, és a rendőrség ugye kénytelen volt, akkor láthatóan nem annyira találomra, hanem mondjuk ruházat alapján döntötték el, hogy kit támadnak meg, és kit nem. Ez teljesen öncélú brutalitásnak tűnik, nem? Hát igen, ez pontosan így van, de nem ismerjük az ügyet, úgyhogy én azért óvatosan kezelném ezt tekintettel arra, hogy nem ismerjük a valódi indítékokat és okokat. De az tény, hogy a brutalitásra vagy a bűncselekmény elkövetésére nincsen magyarázat.
tehát bármilyen indítékot és okot fog felderíteni a rendőrség, az nem fogja megmagyarázni azt, hogy ez miért történt egyáltalán, és hogy hogy történhetett meg ilyen az utcán fényes nappal. Az, hogy meg lehet határozni, hogy jobb vagy baloldali, szélső jobb vagy szélső baloldali a csoport, amelyik a támadást elkövette, az kriminológiai szempontból jelent többet annál, mint hogy ezt leszögezzük? Hát igazából tulajdonképpen a kriminológia, mint olyan, az nem azt kutatja feltétlenül, hogy melyik szélsőséghez tartozik a bűnelkövető, hanem valójában a szélsőség, például ugye ebben az esetben, a szélsőségeknek a szélsőséges viselkedésével foglalkozik, és nyilván részben azzal, hogy hogyan lehetne ezt megelőzni, részben pedig egyébként a másik részével, azzal, hogy ha már megtörténik az esemény, akkor hogyan lehetne például mondjuk a sértetteknek nem csak a fizikai fájdalmát, hanem akár a lelki fájdalmát, a sokkos állapotát enyhíteni. Úgyhogy ebből a szempontból a kriminológia számára indiferens a politikai szélsőséghez való tartozás miben léte. Amivel viszont kezdte a válaszát, az nagyon fontos, a megelőzés kérdése. Lehet ez ellen védekezni? Lehet erre készülni? Hogyan lehet kivédeni egy látszólag teljesen random ötletszerű támadássorozatot? Hát erre nézve több kutatás is létezik. Nyilvánvalóan nagyon különbözőek a bűncselekmények az indítékok alapján, tehát nyilván általánosságban nem lehet azt mondani, hogy kivéthető egy ilyen támadás. Az biztos, hogy ha föltáródik az ok, akkor azért arra kaphatunk magyarázatokat vagy irányokat, hogy a sértett mit tehetett volna esetleg, azért, hogy ezt elkerülje. Nyilván sajnos általánosságban pont ezek azok a bűncselekmények, de hát most nem kell feltétlenül ilyen brutális bűncselekményre gondolni, mert gondolhatunk arra is, hogy valaki mondjuk bankrablás során a bankban tartózkodik, és így válik áldozata. Sajnos vannak olyan bűncselekmények, szemben például más bűncselekményekkel, mondjuk a vagyon elleni bűncselekmények egy jó részével, de akár még az erőszakosak egy részével is. Tehát, hogy sajnos ezek a véletlenszerű áldozattá válások, ezek szinte kivéthetetlenek. Persze azért hozzáteszem, hogy ha nem is kivéthetetlenek, de például a közösségnek, az ott tartózkodóknak azért jelentős szerepe lehet abban, hogy megfelelő módon tudnak-e megfelelően közbeavatkozni, vagy támogató magatartást nyújtani a sértett felé. Tehát azért mondjuk lehet enyhíteni ezeket a dolgokat, de kivédeni, ha véletlenül valakivel ilyen történik, sajnos azt nem. Ugye egy ilyen támadás rajtaütésszerű, tehát emiatt váratlan, minden váratlan támadás meglepetést okoz, és a meglepetés előnyét is kihasználhatják a támadók. De aki ott jár járókelőként, mondjuk a Szél-Kálmán téren elég nagy a forgalom. Ilyenkor, amikor lát egy csoportot, amelyik neki megy mondjuk egy párnak, itt volt egy ilyen eset, a járókelő nyilván nem tud, nem mer beleavatkozni, mert magára vonja ugyanennek a csoportnak a haragját, és ő is ugyanúgy jár, mint ez a pár. Ilyenkor mi a helyes magatartás, túl azon, hogy azonnal hívni a rendőrséget? Hát tulajdonképpen ilyenkor ez a helyes magatartás, hogy azonnal hívják a rendőrséget, ugye, hiszen ő az a felkészült szervezet, aki megfelelő eszközökkel bír mondjuk egy csoportos erőszaknak a megfékezésére. Tehát nyilván az senki nem várja az ottani járókelőktől, hogy mondjuk hirtelen beavatkozzanak. Habár mondjuk például, hogyha ott tartózkodik egy rendőr, aki szolgálaton kívül van, ő például szolgálatba helyezheti magát. Történt is már más ügyekben ilyen eset, mondjuk amikor a villamoson inzultáltak valakit, hogy szolgálatba helyezte magát a rendőr, mert erre lehetősége van, és közbeavatkozott. De nyilván ez egy egészen más közbeavatkozási forma, mint az állampolgároké. Az állampolgári segítőkészség egyébként hogy áll nálunk? Nyilván egy ilyen intézet, amit ön vezet, ezzel foglalkozik, ezzel kénytelen is foglalkozni, mert támasz nélkül, állampolgári, polgári segítség nélkül ez nem működik. Hát nagyon különböző. Tehát azt tudnunk kell, hogy különböző emberek vagyunk. Egyébként egy ilyen szituációban is, ami most történt, előfordulhat, hogy valaki, aki mondjuk egy ereje teljében lévő férfi ember, az mégiscsak beavatkozik, nem biztatnám erre, de azért előfordul.
Hát más tekintetben viszont különösen mondjuk olyan erőszakos bűncselekményeknél, ahol különösen meglepő ez a dolog, tehát hogy közvetlen veszély nem fenyegetni a környezetet, de mondjuk egy lakókörnyezet észleli, hogy a családon belül rendszeresen erőszakos magatartás zajlik, ott inzultálnak embereket nagyon sokszor, és nagyon meglepő módon, ahol tényleg beavatkozhatna a környezet, nem úgy, hogy ő maga bemegy, de mondjuk tényleg hívja a rendőrséget, abban az esetben is az emberek elfordítják a fejüket, és nem segítenek, nem kérnek külső segítséget, legfeljebb akkor, hogyha őket zavarja ez már, mert mondjuk olyan hangoskodással jár, hogy a szombatesti nyugalmukat megzavarja. Természetesen hallunk más eseteket is, ahol nagyon jól összefog például egy közösség, és itt kell arról beszélnem, hogy azért kis közösségeknek nagyon nagy ereje van ebben, akik ki tudnak állni a közösség tagjait, legyen ez bármilyen lakóközösség, bármilyen elvi alapon csoportosuló közösség, ahol az emberek számíthatnak a másikra, számíthatnak arra, hogy beavatkoznak az érdekükben, vagy akár abban is, hogy utólag, amikor azért, ha valaki áldozattá válik, és erről nagyon fontos beszélni, és ezt már említettem az elején, hogy nem biztos, nem feltétlenül, és nem kizárólag testi sérelmet szenved el, mert lehet, hogy semmilyen testi sérelme nem lesz, lehet, hogy anyagi kára lesz, lehet, hogy egyik sem, mert úgymond megúszza, de mégis olyan lelki sérülései lehetnek, ami miatt nagyon fontos, hogy mellé álljanak az emberek azért, hogy utána ki merjen menni az utcára, hogy merjen még olyan állampolgárként viselkedni, mint a többiek. Tehát, hogy igen, vannak olyan összetartó közösségek, ahol megvalósul ez a támogatás és segítség. Fontos, hogy ne azt érezzük, hogy semmi közünk nincs hozzá, foglalkozom mindenki a saját dolgával, mert néha egy közösség az sokat tud segíteni. Egyébként, hogyha a statisztikákat nézzük, hogy áll Magyarország ma, és vannak-e olyan területek, ahol jobban, vagy van, ahol rosszabbul? Ez most a segítségre vonatkozik? Nem, most a bűnügyi statisztikákra gondolok. Tehát, hogy, javul a helyzet? Javult a helyzet? Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt években folyamatosan javult ez a helyzet, ez azért hozzátehetjük, hogy ez részben a Covid-nak volt köszönhető, mert ugye az emberek otthon voltak, tehát hogy nem voltak kint az utcán kitéve bűncselekményeknek, meg otthon voltak, tehát nem tudtak betörni például a lakásukba. Bizonyos bűncselekmények azonban elszaporodtak pont emiatt, hogy ugye a bűnöző is keresi a rést, hogy hol járhatna jól, tehát részben ugye elszaporodtak az online bűncselekmények, amik aztán meg is maradtak, tehát most, hogy már kint vagyunk az utcán, közben tapasztalhatjuk, hogy az online bűnözés nem szűnt meg, hanem inkább erőre kapott, mert teret nyert. Másrészt pedig ugye ebben az időszakban például a családon belüli erőszak esetei, azok sajnos viszont szaporodtak, mert ugye hát össze voltak zárva emberek. Úgyhogy összességében azért úgy tűnik, hogy a bűnözés Magyarországon jelenleg nem mondhatni, hogy magas szintű, hál' Istennek. Azonban bizonyos formái igen elszaporodtak, másrészt pedig azért azt tudnunk kell, hogy nagyvárosokban például, ahol koncentráltan vannak az elkövetők, az áldozat, a potenciális áldozatok, az anyagi javak, ott nyilván sokkal nagyobb a bűncselekmények elkövetésének a valószínűsége, mint mondjuk egy ritkán lakott területén az országnak. Akkor igazából azt lehet mondani, hogy nagyon sok minden statisztikai értelemben nem változott, csak a mikéntje a bűncselekményeknek, az, ami az elmúlt években változást mutat. Hát igen, az online bűnözés az itt marad a nyakunkban, mert hogy az online világ egyre erőteljesebben van jelen az életünkben. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk ma reggel. Dr. Barabás Andrea Tünde, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója volt a vonalban. Minden jót kívánok Önnek, viszont hallásra. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Megkapta a környezethasználati engedélyt a debreceni akkumulátorgyár. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tegnap közölte, hogy minden eddiginél szigorúbb feltételekkel adták ki az engedélyt. A talaj, a levegő, a természet, a vízvédelme, valamint a zajvédelem érdekében számos kötelezettséget írtak elő a beruházónak. A részletekről Kanász Nagy Mátéval, az LMP frakció vezető helyettesével beszélgetünk. Hát nem őrület, micsoda szörnyű feltételeket szabhatott a hivatal ennek a debreceni akkumulátorgyárnak, és még így is megéri a kínaiaknak. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Azért ne dőljünk be ennek a jó hírnek, most időzőjelben mondom, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy itt Magyarországon az elmúlt 10 évben fokozatosan építették le a környezetvédelmi intézményrendszert, és fokozatosan enyhítették a szabályokat, tehát ezek bőven nem olyan szigorú szabályok, mint amik voltak 10-15 évvel ezelőtt. Ezeknek az alacsony szintű szabályoknak és ennek az intézményrendszernek jelenleg éppen megfelelhet ez az akkumulátorgyár, de hát egyet talán nem lehetünk nyugodtak akkor, amikor egy település közvetlen szomszédságában, egy településen belül létesül egy ilyen óriási gyár. Most a következő kérdésemben nem akarom kivívni, hogy a debreceniek apára kasszára kapjanak és megkeressenek, de azért az egy logikus kérdés, nem? Hogyha ilyen feltételeknek megfelelve és valamennyi hatósági feltételnek és törvényi előírásnak megfelelve születik meg egy gyár, akkor voltak éppen azzal szemben elég irracionális tiltakozni. Hát na, én nagyon is arra biztatom őket, hogy tiltakozzanak, egyébként most is megvan a lehetőség. Így. A kormányhivatalnál, a bíróságnál, tehát a helyi önkormányzatnak, illetve a helyi lakosoknak megvan az a lehetősége, hogy mint közvetlenül érintettek, meg fellebbezzék gyakorlatilag ezt a határozatot. Én értem, nem ezt kérdezem, hanem hogyha minden törvénynek, minden előírásnak, minden hatósági engedélynek megfelelnek, akkor azt lehet mondani, hogy a magyarországi törvényeknek maximálisan megfelel ez a gyár, akkor mi az alap arra, azon kívül, hogy nem akarom, hogy ez a gyár létesüljön? Hát gyakorlatilag az, hogy akkor rosszak a törvények, tehát ez ilyen egyszerű, hiszen lehetne azt is mondani, hogy vannak szigorú törvények, de azokat nem hajtják végre. Ebben az esetben nem erről van szó, vagy pontosan nem csak erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem elég szigorúak a törvények. Hát hogy lehet az, hogy a szélerőművekkel kapcsolatban azt mondja a kormány, hogy zavarja az embereket, ezért 12 kilométeres távolságot kell tartani a településektől, az akkumulátorgyárnál meg nem írnak ilyet elő. Tehát már ebből is látszik, hogy amit a kormány szorgalmaz és támogat, hogy akkumulátorgyarmat legyünk, azzal kapcsolatban érdekes módon nincsenek szigorú tiltórendelkezések. Az, amit lehet tudni, hát ezen is vita van, hogy mennyi a vízfogyasztás és honnan lesz víz, hogy mennyi az áramfogyasztás és honnan lesz áram. Azok a szempontok, azok nyilván nem környezetvédelmi szakhatósági szempontok, de hát azért alapvetések. Hát olyan alapvetések, amik egyébként környezetvédelmi alapvetések is, hiszen egy olyan gyár, ami zabálja a vízkészletünket és zabálja az elektromos áramunkat, azt nem lehet nemhogy környezetbarátnak nevezni, hanem az egyenesen környezetromboló, hiszen minden, ami vízhasználat és minden, ami energiahasználat, az környezeti szempontból káros. Amit egyébként maga a gyár is elismer, vízhasználat esetén az 3-6 ezer köbméter víz per nap, tehát ez egy óriási mennyiség. Az áram használata pedig annyi, mint hogyha pluszban lenne másfél paksi blokk, annyi áramot használ, tehát mint hogyha paks mellett újabb blokkok létesültek volna hirtelen. Nyilván nem erről van szó, hanem a meglévő áramkapacitást fogja használni. Egy olyan országban, ahol most is a villamosenergia 30%-át külföldről import. Na de erre meg azt mondják a szakértők, hogy akkor importálunk többet, úgyis a kínaiak fizetik. Mert hogy amit ők használnak, azt ők fizetik. Igen, csak az a helyzet, hogy amikor az energiaválság kellős közepén vagyunk, az Európai Unióban, Magyarországon pláne, amikor vízhiány van, klímaváltozás van, folyamatos az asszály, Hajdú-Bihar megyében is, akkor lehet, hogy nem olyan iparágokra kéne alapozni, ami pont az energiát és a vizet használja, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, mert iszonyatos mértékben használja. Tehát ez egy stratégiai kérdés, hogy mire alapozzuk Magyarországnak a jövőjét, olyan hatalmas iparágakra, amik egyébként jelenleg a kínai nagyvállalatok lerakataként jelennek meg itt, mert ugyanúgy összeszerelő tevékenységet végeznek gyakorlatilag, ahogy a német autógyárak pláne 15-20 évvel ezelőtt, és a másik pedig, hogy energiát és természeti erőforrásokat használnak, és még szennyeznek, és még az autós forgalom, és még a munkahelyteremtés, ami ugye nem is elsősorban az ott lakóknak jelent majd segítséget, stb. Tehát ha mindent mérlegre rakunk, egész egyszerűen én nem értem, hogy ez a beruházás hogyan érné meg Magyarországnak. Igen, hát az felmerült például itt most az utóbbi napokban, ez nem kapott különösebb figyelmet, hogy mekkora lesz a kamionforgalom ennek a gyárnak köszönhetően, és hogy azt a kamionforgalmat milyen utak, miképpen és hogyan rongálva azokat az utakat fogják kiszolgálni, hogyan fogják azt bonyolítani ott. De van itt egy másik egészen izgalmas kérdés. Ugye az önkormányzat
Magyarországnak van egy honlapja, erről egy honlapja erről a beruházásról. Ott szerepelt egy napi 60 ezer köbméteres vízigény, amit a kínaiak közöltek korábban. Ez pontosan a tízszerese annak, mint amit most ön mondott. Az a tízszerese viszont annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy az a vízigény tudtommal a teljes ipari parkra vonatkozott, de ez is egy óriási vízigény. Hát, ha így, ha úgy, azt ki kell szolgálni valahogy. Ezt ki kell szolgálni, és ennek az ipari parknak ugye jelentős részét valóban ez a kínai beruházás adja, és ennek a különböző bővítései. Tehát még egyszer, amit hivatalosan tudunk, az a 3-6 ezer köbméter, amit elismernek, de ez is óriási mennyiség. Hát ez 3, illetve 6 millió liter vizet jelent naponta. A teljes ipari parknak ennél nagyobb lehet a vízigénye, hogyha nagyságrendileg nagyobb, akkor valóban még nagyobb a baj, hiszen akkor arról van szó, hogy minthogyha oda létesülne egy fél Debrecen város pluszban, amit ugye plusz vízigényel és szennyvízelvezetéssel ki kell szolgálni. Tehát pontosan arról van szó, hogy ide jön a kínai tőke, és a magyar oldalról megteremtjük neki az infrastruktúrális feltételeket, víz, vízhálózat, áram, áramhálózat. Hát ennek az infrastruktúrának a kiépítése, ez nyilván sok száz, illetve sok ezer milliárd forint lehet, amit hát hogy nem, a magyar kormány különböző támogatások formájában biztosít. Mert azt mondja a magyar kormány, hogy ez gazdasági érdek, GDP-t növel, munkahelyet teremt, és folyamatos és állandóan jelenlévő GDP növekedést eredményez hosszú éveken keresztül. Én azt látom, hogy hosszú éveken keresztül arra van sok száz és ezer milliárd forint, hogy ezeket a beruházásokat ide csábítsuk, közvetlen támogatással, adókedvezményekkel, jogszabályok változtatásával, de érdekes módon a magyar kormánynak az nem érdek, hogy ezt a pénzt például az oktatásra fordítsa, a pedagógusok béremelésére, egészségügyre, szociális ellátásra, tehát valahogy a gazdaságot, mint olyat mindig fejlesztik, de az embert, és pláne annak a környezetét, a mi környezetünket, azt elfelejtik, azt ki lehet zsákmányolni, azt ki lehet használni, azt túl lehet pazarolni, az nem fontos, arra nem költenek, erre pedig költenek, és még egyszer, hol van ez a gazdasági érdek? Tehát ez a haszon, ez a profit, ez kinél keletkezik, ez a kínai tőkénél keletkezik, ezt ki fogják innen vinni, és amit esetleg ebből mi magunk tudnánk profitálni, például ugye adóztatás szempontjából, hát Magyarországon ugye a legalacsonyabb a társasági adó mértéke, 9%, tehát még Európai Uniós átlagban jóval alacsonyabb az ebből befolyó haszon, mint hogyha mondjuk más ország tenné ezt meg. De még egyszer, nem hiába történik meg, ez egy tudatos iparpolitika a kormány részéről, aminek én azt gondolom, most már egyre inkább látjuk a kárát, nem hiába tiltakoznak ez ellen most már szerte az országban. Készült egy február elejé felmérés, 64%-a a debrecenieknek nem akarja a városba az akkumulátorgyárat. Önök elkezdtek egy aláírásgyűjtést, aminek nem tudom, hogy van-e bármiféle értelme akkor, amikor közben népszavazásra is készülnek. Önök országosra, más pártok helyére. Ez arról szól, hogy minden eszközt próbálunk megragadni annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy Magyarországot akkumulátorgyarmattá tegyék, akár a parlamentben, a rendkívüli ülések kezdeményezése, ma lesz egyébként fenntartható fejlődés bizottság ülés, nagyon várjuk, hogy vajon veszik-e a bátorságot a miniszterek, és eljönnek-e ide beszámolni. De a parlamenten kívüli eszközök, a tüntetés, a népszavazás és ez az aláírásgyűjtés, ez utóbbi egyébként egyfajta felkészülés, hogyha tetszik, egy előmelegítés a népszavazási kampányra. Valamikor március végén dönthet a választási bizottság a kérdésünkről, és mi nagyon reméljük, hogy kiírja az országos népszavazást. Ha ez megtörténik, ez is nyáron, illetve ősszel kezdődhet el az aláírásgyűjtés, de addig is ezzel a petícióval mi szeretnénk felkészülni a későbbiekre. Illetve ez is egy eszköz, hogy bárki szerte az országban tiltakozhat az akkumulátorgyárak telepítése ellen. Köszönjük a tájékoztatást, képviselő úr. Kanász Nagy Máté, az LMP frakció vezetője volt itt a vonalban, 5 perc múlva 8, nem sokára híreket kapnak itt az Aktuálban, aztán pedig én is visszatérek önökhöz, remélem itt maradnak velünk. Addig pedig töltsék kellemesen az időt, ha megindulniuk kell, jó utat. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon. Február 14-e van, 8 óra 6 perc. Na kinek mi jut eszébe február 14-éről? Hát a szerelmeseknek nyilván a Valentin nap, őket külön köszöntöm szeretettel, ők meg ne felejtsék el egymást köszönteni. Szeretettel, és hát a Bálint nap, ugye, ami a Valentin nap magyar megfelelője, a bálintoknak pedig sok boldogságot, meg persze minden szülinaposnak.
Az a helyzet, hogy úgy áll a Medián mérése szerint a Fidesz támogatottsága a fiatalok körében, hogy ennek alapján a Fidesz bizony nem lenne kormánypárt Magyarországon. A 18-29 évesek körében 14%-on vannak, és a 40 éveseknél fiatalabbak esetében sem éri el a 40%-ot a támogatottságuk, azért ez nyilván elgondolkoztató. Mindjárt szakértőt kérdezek erről a témáról, aztán beszélünk majd arról, hogy az orosz hadsereget ukrán források szerint, azért ilyenkor mindig azt a forrást, azt érdemes meghatározni, nem érte a háború kezdete óta akkora veszteség, mint az elmúlt napokban, közben egy képesztő bombatámadás érte Bakhmutot az elmúlt órákban, ugye azt gyakorlatilag hetek óta folyamatosan támadja azt a kisvárost az orosz hadsereg, egyelőre még az ukránok kezén van. Szóval beszélünk az ukrán háborúról, majd mindjárt Kisberedek Józseffel, aztán szólunk arról is, hogy Magyarország nagyon jól meglenne az EU pénzek nélkül, Gulyás Gergely véleménye volt ez, majd ezt megpróbáljuk egy elemzővel értelmeztetni. Van tehát téma bőségesen, remélem, hogy velünk tartanak a következőkben. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja. A választások óta tovább mélyült a generációs szakadék, írta a Medián Közvéleménykutató Intézet. Úgy látják, viszonylag nagy az ellentét a 40 évesnél fiatalabb és az annál idősebb korcsoportok politikai irányultsága között. A 18-29 évesek körében 14%-on áll a Fidesz. Vendégünk Szabó Andrea politológus, a Politika Tudományi Intézet igazgatója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Örülök, hogy itt van velünk. Nos, amit látunk ezen az adatsoron, arra lehetne mondani azt, hogy ez tulajdonképpen természetes, mert a fiataloknak a dolga a lázadás, a fiatalok a hatalommal szemben mindig valamiféle ellenvéleményt formálnak, csak van itt egy elgondolkoztató helyzet, miszerint is nem máshova mennek, hanem inkább sehova. Tehát nem az történik, hogy a Fidesz-szel szemben álló pártokat támogatják a hatalommal szemben, hanem azt mondják, ezt az egészet nem kérik, igaz? Teljesen igaza van, Rónai úr. Nekem is az volt az első benyomásom erről a táblázatról, hogy itt egy nem generációs lázadásnak a jeleit látjuk, hanem inkább egy elfordulás a politikától. És még egy benyomásom volt, hogy én ezt mintha már láttam volna, ezt a táblázatot. Természetesen nem ezekkel az adatokkal, de ilyen déjà vu érzésem volt. Méghozzá egészen pontosan a 2010-es évek legelején láttam hasonló megoszlást, nagyon fontos, nem konkrétan ezeket a számokat, hanem a megoszlást az MSZP támogatottságánál. És hogyha emlékszik rá, akkor azt mondták, hogy hát az MSZP-t nem támogatják a fiatalok, akkor az MSZP-nek vége. Na most azóta eltelt tizen sok év, és hát most jutott oda az MSZP, hogy... Hát lassan tényleg. Lassan tényleg. De ebben csak arra akarok utalni, hogy attól, hogy egy pártnak tulajdonképpen egy idősödő jellegű szavazótábora van, mint a most mi jelenleg a Fidesznek, ez nem azt jelenti, hogy akár rövid távon, sőt, akár középtávon neki problémái lennének a mondjuk a hatalom megtartásával. Ez pusztán azt jelenti, hogy van alulról egy korlátozottsága az ő támogatásának, és hosszú távon, 15-20 éves távlatban ez egy kedvezőtlen, ez a jelenlegi állapot egy rendkívül kedvezőtlen a Fidesznek, azonban ha most a 2026-os vagy a 2030-as választások szempontjából néznénk, akkor ez majdnem ideális, mert pont abban a két kategóriában van a legmagasabb támogatottsága, sőt domináns jellege, ahol egyébként legmagasabb a részvételi hajlandóság, ugye az 50 és a 50 éven felüliek és a 60 éven felülieknél. Ugyanis, és akkor itt egy utolsó gondolat, hogy a fiatalok körében hiába van mondjuk relatíve, még mindig a legmagasabb támogatottsága a Fidesznek, ott nagyon alacsony a választási hajlandóság. Tehát összességében a választások kimenetele szempontjából sajnálatos módon a fiataloknak viszonylag kicsi a jelentősége, mert relatíve kevesebben mennek el ahhoz képest, hogy egyébként mennyien vannak. Nyilván ez olyan távlatban izgalmas, amely távlattal a napi politika nem szokott foglalkozni. Igen. Hát lássuk be, a következő választásra készül mindig minden párt, és hát ugye egy
Egy bölcs kormány nyilván nem így járna el, egy realista kormány meg nyilván így jár el. Szóval, abszolút, igen. Szóval ez a helyzet, ez valóban úgy van, hogy ön mondta nyilvánvalóan, hogy a következő egy-két választás nem befolyásolja, és hát kegyetlenül hangzik ugyan, de hát akkor azt kell mondani, hogy ez a helyzet, ez akkor változik majd meg, amikor a mostani választói törzsbázis, a 60 évnél felettiek, akik 64%-on állnak a Fidesz-KDNP támogatottsága tekintetében, szépen lassan elhalnak. Hát nem szeretnék ilyen gonosz megjegyzést tenni. De közben meg ez a realitás. Tehát a de valóban. Ugye így van. Tehát ezért nem kell ezzel foglalkoznia jelenleg a Fidesznek. De azt látjuk-e, hogy ez a 40 éves határvonal, mert ugye így mért a medián, tehát igen, erre van igen. Konkrét adatunk, ez igazából mitől van? Tehát a 40 évnél fiatalabbak miért nem kérnek a Fideszből, a 40 év felettiek pedig miért ilyen elsőprő arányban igen? Igen. Egyrészt ez egy nemzetközi jellegű folyamat. Azt érdemes tudni, hogy a 2000-es évek óta tulajdonképpen Nyugat-Európa fejlettebb országában is az a tendencia látszik, hogy a fiatal szavazók egyrészt elfordulnak a hagyományos politikától, például a választásokkal kapcsolatos részvételtől, és egészen más területre kezdenek el koncentrálni, úgynevezett issue politikának nevezzük ezt, tehát hogy egy-egy területre koncentrálnak, és ezért a hagyományos pártoknak a támogatottsága alacsony ezeknél a fiatal szavazóknál, zöld pártoknak, liberális pártokra, baloldali pártoknak, új baloldali pártokra szavaznak, és a régi pártok esetében megfigyelhető ez az elfordulás. A másik, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az egy belpolitikai jellegű. Különösen a 29 év alattiak esetében azt tudjuk mondani, hogy a Fidesz a realitás, tehát az ő életükben valójában csak a Fidesz volt, és a Fideszhez alkalmazkodnak. Tehát a Fidesz egy ilyen pont, amit vagy szeretnek, vagy nem szeretnek, de mindenképpen a Fideszhez alakítják ki a saját véleményüket. Ráadásul, és ez is nagyon fontos, hogy a Fidesz jelenlegi vezetői azok már nem fiatal demokraták, hanem középkorú, sőt bizonyos értelemben nagypapakorú személyek, és a mostani 20 évesek esetében az figyelhető meg az egész világon, hogy leginkább azokhoz, a személyekhez, és itt most nem csak pártokról beszélünk, hanem influencerekhez, személyekhez, akik az ő nyelvükön beszélnek. És ez a nyelv, ezért ez nagyon speciális nyelv, amit nem biztos, hogy a Fidesz jelenlegi vezetői különösebben értenek és beszélnek. Ezért van az, hogy például vannak olyan kiszervezett intézmények, személyek, akik pontosan ezt a nyelvet próbálják odaadni a fiatal szavazóknak. Hát igen, ezt látjuk az influencerek, a Facebookon megjelenő Fideszhez köthető influencerek esetében. Az, hogy az új pártoknak van esélyük a fiataloknál, az jelentheti azt is, hogy áttörési lehetőségük is van. Ugye itt ez a felmérés kifejezetten a két farkú kutyát helyezi középpontba, 19-18% a támogatottságuk a 18-29, illetve a 30-39 éves korosztályban. Tehát, ha ők elmennének szavazni, azért az igencsak látszana. Másrészt pedig például ott van a Mi Hazánk, amelyik egy radikális hangot megütő jobboldali, szélső jobboldali párt, amivel kapcsolatban meg ez egy érdekes momentum, hogy a fiatalok mitől vonzódnak ilyen erővel hozzájuk. Igen, szerintem választjuk ketté ezt a két pártot, mert két teljesen különböző szavazói bázissal rendelkeznek, még a fiatalok körében is. Ugye a Magyar Kétfarkú Kutya párt mindig is egy fiatalos támogatottsági karakterrel rendelkező párt volt, attól a pillanattól kezdve, hogy létrejött, egy elsősorban nagyvárosi, értelmiségi vagy középfokú végzettségű fiatalok számára volt szimpatikus, egyszerűen azért, mert poénos, mert vicces, mert megfogja a fiatalokat az a fajta aktivizmus, amit kínál, és az a fajta párt nélküliség, ahogy ők működnek, tehát tulajdonképpen saját maguk is azt mondják, hogy ők egy közösség és nem párt. De azt is tudni kell, hogy éppen az MKKP szavazója az egyik legracionálisabb szavazói réteg. Tehát két választás között nagyon szimpatizálnak a Magyar Kétfarkú Kutyapárttal, de amikor oda kerül az helyzet, hogy éles döntést kell hozni, és adott esetben választani kell a Fidesz és vagy egy ellenzéki párt között, akkor az esetek többségében legalábbis 2018-ban és 2022-ben ellenzéki pártot támogatnak,
és ez nagyon szépen kimutatható a 2022-es választáson is. Egészen más a Mi Hazánknak a támogatottsága. Tudni kell, hogy a magyar fiatalok általában jobboldali beállítódásúak, és ez igaz már a 2000-es évek közepe óta. Minden nagy mintás ifjúságkutatás azt mutatta ki, hogy többségben vannak a fiatalokon belül a jobboldaliak, és mindig keresik ezeket a különleges hangokat, tehát az olyan hangokat, amik kitűnnek az átlagos párt palettából, és hát valljuk be őszintén, a Mi Hazánknak a nagyon erős üzenetei áthatolnak ezen a falon. A fiatalok többsége, és most nem akarok semmiképpen sztereotípiákról beszélni, de ez való igaz, a fiatalok többsége nem különösebben tájékozódik a politikáról, azt hallja meg, ami áthatol ezen az információs falon, vagy ezen az információs zajon, és pont az ilyen nagyon erős üzenetek tudnak áthatolni rajta, és ezt hallják meg tulajdonképpen. Ugye nem derül ki ebből a kutatásból konkrétan, hogy az ellenzék alatt mit kell értenünk, mert az egy egységként kezeli, de közben itt felmerül például az LMP kérdése, mint jól megragadható zöld politikai párt, amelyik azt gondolom, hogy most olyan ügyeket próbál képviselni, amik teljesen hétköznapi módon ott vannak az életünkben, a klímaváltozástól kezdve, akár most a politikai kérdés emelkedett akkumulátorgyáras kérdés sorig. Ez mennyire befolyásolhatja pont azt a fiatal közösséget, amelyikre azt szokták mondani, hogy a legérzékenyebb a klímaváltozás kérdéseire? Igen, ez kétségtelenül így van, tehát nekünk is volt 2022-ben egy kutatásunk, ami a fiatalok klímatudatosságáról szólt, és pontosan ezt jelezte, hogy nagyon erősen érződik az ő esetükben, különösen a városi fiatalok esetében a klímatudatosság. Tehát ilyen értelemben az LMP nyitott kapukat dönget a fiatal korosztályban. Egyetlen egy probléma van az LMP-vel kapcsolatosan, hogy az globálisan, generálisan leíródott az elmúlt években. Nem volt trendi, mint párt, és nagyon fontos kérdés, és ezzel még nincs határozott válasz, hogy ennek ellenére, hogy tulajdonképpen az értéke nagyon jelentősen csökkent a pártpalettán, ez a mostani aktivizmus, amelyik nagyon szépen és nagyon jól látszik, ez vajon tud-e áttörést okozni? Én azt hiszem, hogy a fiatalok körében az LMP talán most tud megkapaszkodni. A 2010-es évek elején volt egy nagy felfutása az LMP-nek, hogyha emlékszik rá, egy kifejezetten fiatalos arcéle volt, és most 10-1 néhány év elteltével úgy tűnik, hogy megint visszatalál ezekhez a gyökerekhez, és ez lehet vonzó egyes ifjúsági rétegen. Előbb mondott egy nagyon fontos mondatot, amiben most belekapaszkodnék, hogy a fiatalok nagyon régóta ezt mutatják a mérések, alapvetően jobboldaliak. És ehhez képest van egy generációsnak mondott párt, a Momentum, amelyik kifejezetten baloldali liberális pártnak tűnik, tehát minthogyha éppen nem őket célozná. Ez az ellentmondás, ez valós? Igen, az, hogy többségben vannak a jobboldaliak, az nem azt jelenti, hogy nincsenek bal liberális fiatalok, hanem mondjuk 60-40 az arány. És tulajdonképpen ezen az oldalon, tehát a bal liberális oldalon egy nagyon erős verseny van, hogy kiszólítsa meg a fiatalokat. 2020 környékén, 18-20 környékén egyértelműen Momentum volt az, amelyik a fiatalok nyelvét beszélt, amelyik képes volt, ahogy mondtam itt a beszélgetés elején, ezt a nagyon speciális nyelvezetet beszélni, de aztán a Momentum eltűnt egy időre, és ezt a politikai teret átengedte más pártok számára, és itt most van egy gap. Tehát nagyon érdekes, hogy egyáltalán képes-e valaki tartósan ezeket a elsősorban városi, elsősorban liberális, baloldali, részben zöld értékeket valló fiatalokat megszólítani. Most úgy gondolom, hogy megint a Momentum szeretne ezen a téren betörni. Hát van egy elvesztegetett időszak, ez a 3-4 év, ami az elmúlt években megtörtént, az Olimpia kampány óta. És azt tudni kell, hogy nem nagyon szeretnek a fiatalok visszamenni ahhoz már, akitől egyszer eltávolodtak. Kell egy bizonyos idő, ahogy mondtam az LMP-n is, kellett 10 év, hogy újra arról lehessen beszélni, hogy esetleg a fiatalok számára van egy nagyon határozott ügy, és ez a nagyon fontos. Tehát a Momentum akkor fog tudni esetleg megint a fiatalokhoz szólni, hogyha talál egy megfelelő ügyet,
És én most nem látom a Momentumnál ezt az ügyet. De akkor igazából az a kulcs, hogy a fiatalokat radikális mondatokkal, erős üzenetekkel lehet megtalálni, azzal, hogy szépen politizálunk, azzal nem, mert el sem jut hozzájuk a hang. Így van, pontosan, tehát radikális üzenetekkel és erős ügyekkel, tehát ebből a kettővel lehet őket elérni. A Nolimpia kampány az egy nem radikális üzenet, hanem egy cselekvés volt, egy olyan jól nyomon követhető tevékenység, amelyik vonzó volt a fiatalok számára, és most nincs ilyen ügy, amit a Momentum maga fel tudna karolni. Köszönöm szépen. Egy pártról, már több pártról, de egyről, amelyik nagyon fontosnak mutatja magát, egy szót nem ejtettünk, a DK, de ebben az összefüggésben érdekes módon én azt gondolom, hogy a DK egy kevésbé fontos szereplő, de lehet, hogy én rosszul gondolom. A DK-val kapcsolatosan 2018 után volt egy nagyon határozott szándék, hogy megszólítson fiatal rétegeket. Talán a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy a DK elnöke Gyurcsány Ferenc járta az országot, és fiatalokkal fórumokat tartott. Bizony. Rendkívül sikeres fórumokat, tehát nem tudom, hogy tudja Rónai úr, hogy itt 80-100-150 fiatal, kifejezetten 10 éves, 20-as éveik elején járó fiatal volt, és óriási támogatottsága volt, tehát ilyen sztárként kezelték az elnök urat. Nem tudom, hogy ez a program most folytatódik-e, vagy folytatódott-e, mert hogy lehetséges, hogy ezen a vonalon talán érdemes tovább menni a DK-nak. A DK támogatói egyébként szerintem most talán inkább a középkorú és idősebb rétegben. Nagyjából vannak, ugyanaz, mint a Fidesz támogatói köre. Igen, talán valószínűleg igen. Mondjuk nem ismerek ilyen belső adatokat, de valószínűleg, tehát feltételezem, hogy igen. Izgalmas, és valószínűleg nem a jövő évi választásokon, hanem hosszabb távon kapunk választ arra, hogy a fiatalok hova teszik a szavazatukat. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Szabó Andrát hallották, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatóját. Kezét csókolom. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A háború kezdete óta nem érte ekkora veszteség az orosz hadsereget, adta hírül a brit védelmi minisztérium. A NATO szerint elkezdődött az újabb nagyszabású orosz offenzíva. A telefonnál Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát egy éve tart lassan ez a háború, és nagy szavaknak, erős állításoknak nem voltunk hiány, tehát minden héten történik valami, ami megfordítja a háború menetét, vagy ami eldönthet alapvető kérdéseket, aztán kiderül, hogy igazából nem. Most más-e a helyzet, mint a korábbi nagy szavak, nagy mondatok esetén? Véleményem szerint nem más a helyzet. Itt arról van szó, hogy mindkét fél győzelemre készül, úgy, ahogy elhangzott az előbb, itt már eltelt egy év, és nyugodtan meg lehet állapítani azt, hogy amit Putyin célul tűzött ki jóval egy évvel korábban, azt még nem sikerült elérni, tehát a négy oblasztot, a négy megyét nem foglalták el, sőt, pont a napokban a Wagner csoport azt mondta, hogy ahhoz, hogy ezeket teljesen elfoglalják, még legalább egy másfél évre van szükség, évre, hát amit én egy kicsit furcsának tartok, és főleg azért, hogyha ezt a Wagner csoport mondja, de egyelőre úgy tűnik, hogy ezt még nem foglalták el, látjuk azt a húzavonát, ami jelenleg folyik Bakhmut környékén, nem foglalták még el a várost, a város körbevették, egy kivezető út van, ezen még el tudnak menni az ukránok, de valószínű meg fog születni az a döntés, amelynek értelmében ebből a városból ki fogják vonni az erőket. Ennek egyébként nincsen semmiféle sorsfordító jelentőség, mert nyilvánvaló nagyon nagy a kockázat tekintettel arra, hogy az oroszok erős támadást hajtanak végre, a sok halottnak sok értelme nincsen. A politikai vezetés részéről egyre inkább azt mondják az ukránok, hogy ezt tartani kell és harcolni a végsőkig, ami szerintem butaság. A katonai vezetés Ukrajnában is azt mondja, hogy fel kell adni, egyébként egy háború általában terület feladásról is jár. Azt mondják a szakértők, bocsánat, igen, elképesztő bombázás van most is Bakhmut közelében, jönnek a friss hírek, tehát óriási harc van ott. De azt mondják, és nem tudom, ezzel egyetérte, hogy az ukránok szándéka a Bakhmut tartásával voltak éppen az, amiről pont a britek számolnak most be, hogy irgalmatlan veszteséget okoznak az oroszoknak. Tehát olyan áldozatra kényszerítik az orosz hadsereget, meg a Wagner csoportot, ami teljesen irracionális. Ez így van. Hát Bakhmut térsége és egyébként több védővonal már kiépítésre került, jóval a háború előtt,
nyilván a háború során ezeket még megerősítették, fegyverekkel, lőszerekkel ellátták, de hát ezekkel viszont fogynak, azt is látni kell. Nagy erővel támadnak az oroszok, de nem elég ahhoz, hogy előre tudjanak törni. Tehát az a pár száz méteres előrehaladás majd egy másik területen, az ukránok területfoglalása, ez azt mutatja, hogy eléggé kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. Jó lehet, azt nem szabad elfelejteni, hogy az oroszok számára sokkal nagyobb tartalék áll rendelkezésre, akár a humán erőforrás nézzük, akár a haditechnikai eszközöket. Ez még egy darabig el fog tartani, de ha elfoglalják Bakmutot, akkor még legalább kettő ilyen megerősített vonallal kell számolni az oroszoknak, tehát Szolyansznál például nagyon ki van építve, itt megint nagy harcok várhatók, tehát lehet, hogy végül is a Wagner csapatnak lesz igaza, hogy ez a terület elfoglalás ez nem fog olyan gyorsan menni. Van abban valami racionalitás, hogy amikor az oroszok győzelmi jelentést adnak ki, akkor közben azt olvassuk ugyancsak tőlük, hogy 200 métert sikerült megtenniük az elmúlt napon. Ez maga a győzelem az ő jelentésük szerint. Tehát, hogy az ukránok igazából kifárasztják, kivéreztetik, és egy helyre koncentrálják az orosz támadást, ami számukra nyilvánvalóan előnyös, mert hogy máshol addig lehet építeni, vagy éppen támadást előkészíteni. Igen, gyakorlatilag ez előnyös, de hát a helyzet az, hogy nagyon kevés, tehát az a néhány száz méter, hát ha megnézzük a katonai szervezeteket, egy dandárnak olyan 5-7, esetleg 8 kilométert kell támadásban előre haladni, most ettől a pár száz méter megtett eredményt, hogy nagyon messze vagyunk, tehát majdnem, hogy azt tudom mondani, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok, de nem azért, mert az ukránok erősebbek, hanem azért, mert kiépítették a védelmet, tehát nagyon kemény védelmi vonalat építettek ki. Mennyit számít majd az, amit most kapnak az ukránok? Ugye tankokról van szó, folyamatos lőszerszállításról van szó, és arról az ukrán reményről, hogy előbb-utóbb repülőgépek is érkeznek. Számít ez majd konkrétan ebben a háborúban még valamit? Nyilván számít, természetesen számít. Tehát, hogyha megérkeznek azok a harckocsik, amelyeknek jóval hatásosabb a harci képességük, akkor az azt jelenti, hogy jobban tudnak védekezni, vagy ez esetleg támadásba átmenni. Tehát én semmiképpen nem annak a hívő vagyok, hogy azt mondjuk, hogy nem számít. Legfeljebb itt a logisztikának van kemény feladata, de hát végül is a NATO logisztikai rendszerét követik az amerikaiak is, és az elég jól működik. Tehát meg tudják szervezni az ellátást, nehezebb, mint ha mondjuk egyfajta harckocsik kellene kiszolgálni, és hát szervezeteket hoznak létre, tehát mondjuk egy olyan zászló, egy harcsoportot, amiben azért ott vannak már a új páncélozó szállító harcjárművek, a marderek, azok kemény páncéllel hárító eszközökkel vannak ellátva, tehát föl tudnak lépni az orosz harckocsik ellen, ezen kívül pedig ugye, hát ha ott lesznek a harckocsik is, akkor ezeket a formációkat, ezeket a katonai szervezeteket igencsak meg tudják erősíteni, és bizonyos területeken, nem az egész fronton, de áttörést tudnak elérni az ukránok, ezt ügyesen valósítják meg. Hát aztán, ha megérkezik majd a légierő, mely azért odébb van, akkor nyilvánvaló, hogy légitámogatással is nagyon sok mindent el tudnak érni. Itt azért még sok a kérdője. Az előbb említette, hogy sok az anyagi veszteség mellett az emberáldozat is egy-egy ilyen igen. csatában. Azt mondják a britek, hogy közel napi 1000 halott van mind a két oldalon. Ezt meddig lehet folytatni így? Hát amíg ellen fogy az emberanyag, orosz részről sokkal több áll rendelkezésre, ukrán részről kevesebb, de orosz részről tapasztalható az, hogy nem szívesen mennek háborozni. Tehát az orosz emberek is tudják azt, hogy ezek a zsákok, amik hazaérkeznek, azért nem biztos, hogy értelmes célokat szolgálnak ezzel a háborúval. Egy testvérnév ellen beindítani, hát most már ugyan testvérekről nem beszélhetünk, mert nagy az ellenségeskedés a két nép, illetve a két ország között. De hát az oroszok részéről sem lehet azt mondani, hogy a nagyon nagy lelkesedéssel mennek. Onnan is távoznak emberek. Hát most már több mint 1 millió fiatal, aki katonaköteles elhagyta Oroszországot, nem nagy esélyt látok arra, hogy ezek visszamennek. Ugyanezt lehet tapasztalni egyébként a másik oldalon is, tehát fogy az ember anyag, ha csavarján csúnyán fogalmazom, de hát az oroszok részére sokkal több ember áll rendelkezésre, már tudnak csoportosítani hatalmas területekről, ha éppen erre megvan a szándék. Ukránoknál ez már nem sokáig működik, egyelőre az elszálltság viszont náluk sokkal nagyobb, tehát ők honvédő háborút folytatnak, egy új nemzet megteremtése, tehát ők másképp fogják fel ezt pszichikailag, érzelmileg az egész kérdés, mint az oroszoknál ezt el lehet, vagy éppen nem lehet elmondani. Hát a békéhez viszont egy tapottat nem jutottunk előrébb az elmúlt napokban sem. Mindjárt egy év
amióta tart a háború, majd az háború évfordulóján ennek egy egész napos műsort fogunk szánni. Nyilván akkor önről is hallunk majd megint, most pedig köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt hallották. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter néhány napja azt mondta, hogy az ország hosszú ideig nagyon jól meg lenne Európai Uniós pénzek nélkül is, de az a kormány célja, hogy minden uniós forrást megszerezzen. A kormány március végéig kell teljesítse az Európai Bizottság irányába tett vállalásokat a pénzekért cserébe. A vonalban Beke Károly, a Portfólió gazdasági újságírója. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát persze, nagyon jó meg lennénk mi uniós pénzek nélkül. Voltak éppen minden nélkül remekül meg lennénk mi így magunkban, de ezt komolyan hogy gondolhatja egy felelős miniszter? Persze, hát lehet azt mondani, hogy nekünk itt van a jó kis forintunk, és nincs szükségünk az uniós pénzekre. Valójában azért annyi igazság van benne, hogy természetesen hát vannak más források, ahonnan ezt a devizát elő lehet teremteni, amennyiben Magyarországnak szüksége van rá. Fel lehet venni a pénzpiacról, devizakötvény formájában. Más kérdés, hogy ugye az államadóságkezelőnek épp most kellett megemelnie 30%-ra az eddigi 25%-ról a devizaadóságon belül, vagy a teljes adósságon belül a devizaadóság részarányát mutató benchmarkját, tehát már most is egy jelentős devizában való eladósodás közepén vagyunk, kaphatunk pénzt az oroszoktól, a kínaiaktól, tehát hogy persze vannak ilyen források, más kérdés, hogy azok milyen fényt vetnek az országra, illetve mennyire drágák, tehát hogy azért a devizakötvények után nagyon kemény kamatot kell fizetni, ugye legutóbb januárban bocsátott ki több mint 4 milliárd dollárnyi kötvény Magyarország, több mint 5%-os kamaton dollárban. Tehát, de hát akkor ez azért nagyjából úgy van, hogy persze mi remekül el lennénk, csak egyre drágább lenne, hogy mi ilyen jól el vagyunk, és előbb-utóbb vissza kell fizetni ezeket, amitől hát a magyar gazdaság egyre rosszabb állapotba kerül. Hát igen, nagyjából így. Tehát, hogy jól ellennénk, csak meg kéne fizetni az árát. Tehát ez olyan, mint amikor én azt mondom, hogy én nagyon jól ellennék most éppen Kubában, csak... Hát csak mibe kerül az nekünk. Hogy én hát, ott legyek. Igen. Meg hát ráadásul nagy különbség, hogy ha az ember maga fizeti a kubai útját, vagy hogyha összedobják neki. Mi hát mindannyian ezt összedobjuk, ezeket a hiteltartozásokat, amiket az államnak végül is mindig vissza kell fizetnie. Igen, hát ugye ezt a költségvetésből kell kigazdálkodni, ezt szokták kamatkiadásnak nevezni a költségvetésen belül. Az valós szám, hogy a magyar GDP ez 1,4%-a járul hozzá csupán az Európai Unió? Tehát, hogy azok a számok, amikkel rendre dobálózik az ellenzék, ilyen 5-6%-okat is beszoktak vetni, ezek túlzóak? Ugye az a kérdés, hogy milyen időtávú vizsgálja az ember, ha van egy 7 éves uniós költségvetés, akkor elképzelhető, hogy ott mondjuk ad hozzá 5-6%-ot a GDP-hez 7 év alatt. De hogyha mondjuk évente vizsgáljuk, akkor szerintem ez a nagyjából 1,5%-a sokkal reálisabb lehet, illetve az is kérdés, hogy ezt hogy számoljuk. Tehát most önmagában azt nézzük, hogy a GDP mekkora része érkezik be uniós forrásként, tehát hogy egy egyszerű számítást csinálunk, hogy az a nem tudom hány száz vagy hány ezer milliárd forint, az hány százalék a magyar GDP-nek, vagy pedig azt vizsgáljuk, hogy ezek a beérkező források, ezek hogyan járulnak hozzá a gazdasági növekedéshez, mennyivel gazdagítják az országot. Ha az utóbbit nézzük, akkor azért az alacsonyabb arány jöhet ki, hiszen eddig is hallottunk olyan uniós beruházásokról, vagy uniós forrásból történt beruházásokról, amiknek azért vajmi kevés a gazdasági haszna. Tehát most lehet itt példákat hozni a 20 centi magas kilátótól kezdve a különböző falusi felzárkóztató programokig, amelyeknek a gazdasági haszna az valószínűleg elhanyagolható. Hát a 20 centis kilátót biztos unják már a hallgatók, de higgyék el, etalon, tehát valószínűleg az Európai Unióban is mutogatni fogják egyszer még. Éppen te írtad meg egy héttel ezelőtt a Portfólióban, hogy azon túl, hogy mi remekül ellennénk az uniós források nélkül, azon túl az, hogyha nem jönnek, egy másik hatással is jár, Magyarország adós besorolását fogja folyamatosan rontani majd különböző olyan intézményeknél, lásd például a Standard & Poor, ahol egyébként is az elmúlt időszakban már rontottak az adós besorolásunkon. Tehát, hogy ennek vannak más összetevői is, mint hogy van-e pénzünk aznap.
Igen, hát ez is ahhoz járul hozzá, amiről beszéltünk, hogy nehéz lesz az uniós források nélkül élni, vagy gazdag, vagy drága lesz az uniós források nélkül élni. Ugye januárban már egy hitelminősítő leminősítette Magyarországot, egy másik pedig rontotta a besorolásunk kilátását, és hát ezek a hitelminősítők, ezek bizony azzal fenyegetnek, hogy amennyiben nem lesz megállapodás az uniós forrásokról, és nem lesz gyakorlati folyósítás Brüsszelből, akkor az további negatív lépést indokolhat, és ahogy ezt csúnyán kifejezve szoktuk mondani, az úgynevezett bóvlif, vagy befektetése nem ajánlott kategóriába is átkerülhet, akár Magyarország ennek eredményeként. És ez megint csak azt jelenteni, hogy sokkal drágább lenne állampapírt kibocsátani, gyengülne a forint, magasabb lenne emiatt az infláció. Tehát egy picit most még mindig ott tartunk, hogy ugye tavaly azt mondtuk, hogy az év fontos kérdése az lesz, hogy lesz-e megállapodás az uniós forrásokról. Decemberben sikerült egy elvi megállapodást kötni, de azt látjuk, hogy az idei év egyik fontos kérdése is az lesz, hogy lesz-e megállapodás, és lesz-e gyakorlati megállapodás az uniós forrásokról. Tehát, hogy azok az elvi megállapodások, amik az év végén megszülettek, azokat valóban sikerül-e pénzre váltani a magyar kormánynak? Azt, hogy a kommunikáció milyen erős belpolitikai szinten, azt pontosan tudjuk. Itt volt a Standard & Poor's leminősítése, az a kormánypárti sajtóban úgy jelent meg, hogy még mindig befektetésre ajánlott Magyarország, vagy változatlanul befektetésre ajánlott Magyarország. Ugye sokféleképpen lehet ugyanazt a tényt, ugyanazt az állapotot nézni. De nyilván ez egy idő után egyfelől nem megy, másrészt pedig a kérdés az, hogy a kormány maga szembenéze a valósággal, vagy a saját propagandája elvakítja-e? Hát én azt gondolom, hogy ez nem a propaganda, ezt a kormány gerjeszti. Tehát én amikor láttam ezt a leminősítést, akkor 5 percre rá a pénzügyminisztériumból jött egy ilyen című közlemény, hogy Magyarország változatlanul befektetésre ajánlott. Az más kérdés... Na de éppen ez az ijesztő ebben, nem? Hát azt nem tudjuk innen eldönteni, hogy ezt ők csak kifelé mutatják, és valójában tisztában vannak a probléma mértékével és nagyságával, vagy valóban elhiszik azt. Tehát ugye mindig ilyenkor azt szokták mondani így viccesen, hogy ő tényleg elhiszi, hogy ez van, vagy csak velünk próbálja elhitetni azt, hogy ennyire jó és ennyire pozitív a kép. De hát ez egy stratégiai kérdés, hogy hol az igazság ebben a viccesnek gondolt felvetésben, mert hogy hogyan lép a kormány, hogy mennyire tesz meg mindent azért, hogy az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférjen, vagy pedig mennyire mondja azt, hogy jó, hát teszek ezt, azt a kevés nekik, hát vigyék. Hát egyelőre azt látjuk, hogy a kormány csak akkor hajlandó bármit tenni, amikor már az utolsó pillanatban vagyunk. Tehát ez látszik az Erasmus ugyanis, gyakorlatilag fél éve folyamatosan azt mondja a bizottság, hogy meg kéne változtatni ezeket az alapítványi szabályokat. A kormány az utolsó pillanatban volt hajlandó lépni, amikor már azzal fenyegették, hogy itt valóban forrás elvonás történik. És továbbra is azt látjuk, hogy ugye március végéig vállalt nagyon fontos reformokat, elsősorban az igazságügyi reformot a kormány. Ehhez képest ez jelenleg ott tart, hogy egy társadalmi egyeztetésre bocsátották a törvényjavaslatot, de sem a parlament elé nincs benyújtva, nem tudni, hogy mikor fogja tárgyalni a parlament. Tehát azért egyre inkább úgy látszik, hogy ki fogunk csúszni ezekből a határidőkből, aztán majd valószínűleg akkor Brüsszelből megint jön egy kis dorgálás, hogy ennyi, most már ezeket meg kéne csinálni, akkor a kormány majd megint gyorsan elkezd kapkodni. Szerintem a kérdés az, hogy mikor elégelik meg ezt Brüsszelben. Tehát mikor látják be azt, hogy a magyar kormány az csak ilyen látszatintézkedésekkel próbálkozik, és gyakorlatilag megpróbálja átverni az Európai Uniót, és megpróbálja úgy eladni ezt a dolgot, hogy ő minden szükséges reformot megcsinál, miközben valójában ilyen látszatreformokat hajt végre. Beke Károly volt itt a vonalban, a Portfólió gazdasági újságírója, elemzője. Karcsi, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A házasság boldogságot és érzelmi biztonságot nyújt a magyarok szerint. Derül ki a Koppmária Intézet a népesedésért és a családokért intézet felméréséből. A kutatás a Házasság Hete program sorozat alkalmából készült, amelyet idén 16. alkalommal rendeznek meg. Fűrész Tündével, a Kincs elnökével beszélgetünk. Különben is iszonyú aktuálisak vagyunk így Valentin napon. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
Ez a Valentin nap, most tudom, ez zárójeles, és egészen más felől indulok. Ez a Valentin nap, ez mennyire vert gyökeret a magyar családok életében, vagy mennyire csak a virágárusokében? Ez érdekes dolog, hogy a rendszerváltást követően, amikor a nyugati kultúra jobban megjelent nálunk, onnantól lettek ezek népszerűek, ugye nem csak a Valentin nap, hanem akár a Halloween, amelyek ugye alapvetően nincsen magyar gyökerük, de mégis azt látjuk, hogy ezért most már számon tartják sokan. No, hát nézzük a boldogságot, meg az érzelmi biztonságot. Nagyon sokan mondanák erre, azt nyilván vállóper közepén erre könnyű ezt mondani, hogy mára kinél boldogságot jelent a házasság. Ez a felmérés, ez milyen mintán alapul, és hát mennyire vették figyelembe a családok élethelyzetét a tekintetben? Igen, valóban biztos, hogy vannak olyanok, akik máshogy vélekednek, ugye mi egy összképet szerettünk volna látni, nem csak ebben a kutatásban, hanem már korábban is volt ezzel kapcsolatban felmérésünk, akkor egy 7000-es mintán történt az adatfelvétel, most egy 1000 fős reprezentatív mintán, és hát azért összességében azt látjuk, hogy a magyarok alapvetően házasságpártiak, és hogyha megkérdezzük őket, hogy melyik párkapcsolati formát tartják a legjobbnak, akkor még mindig a nagy többség azt mondja, hogy a házasság a legjobb. Ebből a szempontból, hogy férfi vagy nő a válaszadó, teljesen mindegy? Tulajdonképpen nincsen különbség, valóban mindkét nem alapvetően így gondolkozik. Ugye beszéltünk el, hogy a boldogság érzete hogyan hat a házasság. Itt utalnék a nem olyan régi kutatásunk, ami viszont egy nagyobb mintán, a 7000-es mintán történt, és ebből kiderült az, hogy azok, akik házasságban élnek, azoknak a lelki egészség mutatóik általában jobbak, mint azoknak, akik nem. És ami külön érdekesség volt, hogy azok, akik úgy nyilatkoztak, hogy egyébként rossz házasságban élnek, még nekik is valamivel jobbak voltak ezek a mutatóik, mint az egyedülállók. Az kiderült, hogy mitől jó, vagy mitől rossz egy házasság? Ez egy ilyen felmérés alapján megállapítható? Igen, megkérdeztük ebben a kutatásban, hogy mit gondolnak, mitől lesz jól működő egy házasság, és itt alapvetően azt láttuk, hogy a házastársak közötti megfelelő kommunikációt azt mindenki kihangsúlyozta. Fontos az is, hogy a együtt töltött minőségi idő ez meglegyen a kapcsolatban. Nyilván a vonzalom is megjelent, a kompromisszumkészség, de még olyan tényezők is, mint a humorérzék, a közös értékrend, vagy akár a házaspárok közötti munkamegosztás. Ezek úgy gondolják a magyarok, hogy ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy jól működő legyen egy házasság. Milyen volt a minta? Mennyire voltak ott például ebben a mintában a szinglik? Vagy mennyire voltak ott az elváltak? Vagy mennyire volt ott a gyermekét egyedül nevelő anya, aki nyilván egészen mást gondol az ő korábbi házasságáról, mint akkor, amikor éppen férjhez ment? Ez egy olyan minta, amely leképezi a magyar lakosságot, tehát vannak fiatalok, idősek, és iskolai végzettség a lakóhely szerint képezi le a magyarokat, vannak benne elváltak is természetesen. Egyébként korábban, 2 évvel ezelőtt volt egy dedikált kutatásunk, amit elváltak között végeztünk. Nagyon sok tekintetben hasonló eredmények jöttek ki, ott is például a kommunikáció hiányát jelezték elsősorban, amikor arról beszéltek, hogy miért váltak el, mi volt a válásoka. És egyébként érdekes volt ott is, hogy hiába, hogy elváltakról volt szó, szóval azért a többségük még közülük is úgy nyilatkozott, hogy hisz a házasságban. Múltkor néztem egy régi magyar filmet, és ott elhangzott egy mondat, és az úgy ilyen egészen döbbenetesen súlyos mondat volt, miközben nem annak szánták, az a mondat hangzott el, hogy hát 10.800.000-en vagyunk itt Magyarországon. És ez nem egy történelmi film volt a valahonnan a 30-as évekből, hanem valamikor a 80-as években született. Elvesztettünk 1 millió embert? Igen, ugye 1981 az a dátum, amióta fogy a magyar, és azt kell mondjam, hogy ez alatt az időszak alatt valóban jelentősen csökkent a hazánknak a lakossága, de az a jó hír, hogy azért látunk pozitív tendenciákat is, például a házasságkötések kapcsán, hiszen a rendszerváltás óta, 1990 óta az utolsó 4 év volt az az év, amikor a legtöbb házasságot kötöttek. A legtöbbet egyébként 2021-ben, akkor 72.000 házasodtak, ahhoz képest tavaly valamivel kevesebben, 64.000-nél valamivel többen, de összességében mégis elmondhatjuk azt, hogy a házasság úgy tűnik, hogy népszerűbb, és ez a gyermekvállalás szempontjából egy jó hír, hiszen azt is tapasztalatok, kutatások mutatják, hogy házasságban több gyermek születik. Ez azért van, mert maga biztosabbnak érzik magukat a szülők attól, hogy, bocsánat az egyszerűsítésért, van egy papírjuk?
Ugye a házasság alapvetően egy stabilabb párkapcsolati formát jelent, nagyobb, ugye itt, ahogy ebben a kutatásban is elmondták, nagyobb biztonságot kötnek hozzá, tehát alapvetően minden felmérés, minden kutatás, minden adat azt mutatja, hogy a házasságban magasabb a gyermekvállalási kedv. Ami egyébként külön öröm, és erről ezt talán érdemes kihangsúlyozni, hogy az elmúlt évben már azt láttuk, hogy a megszülető gyermekek háromnegyedének, tehát 73%-nak már házasok a szülei. Pontosan, hogy ez korábban csak nagyjából minden második gyerekre volt jellemző, tehát a megszülető gyermekek közül csak minden másodiknak voltak házasok a szülei, most már 4 gyerekből 3-nak. Tehát vannak pozitív jelek, vagy például ezt is szokták mondani, hogy minden második házasság válással végződik, ma már ez sincs így, most már 3-ból csak 1 házasság végződik válással. Tehát vannak olyan tendenciák, amikben bizakodhatunk, de nyilván több idő kell, hogy lássuk. Hogy hát nyilván ennek be kell érnie, hát ugye erre az esetre tipikusan igaz az, hogy a családi minták nagyon sok esetben meghatározzák egy felnővő gyerek hosszú távú kapcsolatait, életét, házasságkötési szándékát, és így tovább. Tehát a jó kapcsolatot lát gyerekkorában, akkor lehet, hogy könnyebben megy bele egy tartós elköteleződésbe ő maga is. Igen, ez valóban így van, ezért is fontos jel, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon azért a párkapcsolatok stabilizálódtak, hiszen több a házasságkötés, kevesebb a válás, és bízunk benne, hogy ez hosszú távon is folytatódni fog. Köszönöm, hogy ezeket elmondta, ezek fontos, jó hírek, főleg így ebben az időszakban, amikor ugye a házasság hete van, meg Valentin nap van. Ön is legyen nagyon boldog. Fűrész Tünde, a Kopmária Intézet népesedésért is. Családokért elnöke volt itt. Kezit csokrom. Köszönöm, viszont hallásra. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Na te mit csinálsz a házasság hetében, amikor te még nem is vagy házas? Toró Nikolett szerkesztő. Dolgozom, ahogy eddig. Jó reggel. Az a házasoknak sem ad felmentést. Tehát... Hallgatok ilyen beszélgetéseket, amiket az előbb folytattál. Mit szólsz, ez egész jó? Jó irány? Hogy a házasságról beszélgessünk? Figyelj, minden infót összeszedek, hogy milyen egy jó házasság, hogy kell majd jól csinálni. Úgyis ezerféleképpen elrontja az ember. Hát igen, de az a kérdés, hogy másnap reggel hogy ébredsz a párod mellett. Szerintem egyébként ezek a legfontosabb kérdések. Tehát össze lehet kapni, mert hogy az én házasságom az olyan, tehát tényleg bulvárlapok címoldalára, nálunk a gyerekek se hangosak soha. Egy hangos egy hang, soha, nem. De tényleg soha. Tehát mondjuk a szomszédokat ne tessék megkérdezni erről, jó? Egyébként sem illik zaklatni. Szóval az a lényeg, hogy a másnap reggel, amikor felébredsz a párod mellett, örömmel nézel rá. Szerintem ezen múlik minden. Akkor ezt igyekszem megjegyezni, és ez szerint majd tervezni és vezetni az életünket. De mindenek előtt, ahogy mondtam, dolgozom. A mai jó cselekedetem is megvolt. Na, igen, köszönjük neked, Egon. Most mindenki most már azért sokkal többet tud a házasságról. És hát, hogy egy picit beszéljünk hírekről, a Népszava írja, hogy nem csitul az összetűzés a Magyar Orvosi Kamara és a Belügyminisztérium között, mert hogy most arról cikkeznek, hogy fenyegetik a házi orvosokat, hogy ünyeljenek. Hát itt arról van szó, hogy toborzás indult, és vezetők fenyegetik, hogy vegyenek részt az országos mentőszolgálat által irányított új rendszerben. És a Magyar Orvos Szövetség elnöke cáfolta azt, hogy bele lehetne kényszeríteni az orvosokat ebbe a rendszerbe, mert a jelenleg hatályos szabályok ezt nem teszik lehetővé. És tehát ilyeneket írtak, az orvosoknak ilyeneket is mondtak, hogy a Magyar Egészségbiztosítás alapkezelő szerződést bonthat velük, hogyha nem írják alá, és nem vesznek részt, de hogy ilyen, és még egy fontos, és lista is készülhet róluk a belügyminiszternek. Az nagyon szép.
Mondom, listá, ez ma reggel már előkerült. Már ez, a honvédségi felmondások kapcsán egy listák készülnek, hogy ebben a listázásban mi valahogy nagyon jók vagyunk. Meg ugye csak így eszembe jut, hogy tegnap volt itt nálunk Sztojka Attila, a kormánybiztos, és ugye az ő kapcsán is csomószor előkerül, hogy tudnak, vagy nem tudnak, tehát azt cáfolják nyilván, de hogy ez egyáltalán, hogy erről beszélünk, hogy ilyen van, hogy ezt kell cáfolni, vagy nem kell cáfolni, ez önmagában aggasztó. Én javaslom, hogyha túl vagyunk a házasság hetén, akkor a listázás hetét is vezessük be. Szerintem jelentős érdeklődés lenne Magyarországon iránta. A listák iránt. Nem tudom, még van-e idő, még talán egy pozitív hír, hogy legyen az is. Megszületett a megállapodás a BKV-nál, átlagosan 15%-kal emelik a béreket, és hát a vállalat igazgatója jóváhagyta, és akár februárban is aláírhatják már ezt a megállapodást. Végre nem mondják azt, hogy a média az mindig csak a negatívumokkal foglalkozik. De miért mondanak? Én most olyanokat fogok mondani, hogy hát csak na. Én is hoztam egy jó hírt. Szóval, na akkor mondd te. Nem, átadom. Nekem itt a napi Edina rovat. De én is valami hasonló tartalmat hoztam. Olyat te nem tudsz. Itt van egy cikk cím, ezt az én jó érzéseim nem engedték, hogy rákattintsak, csak ezt a kedves hallgatókra bízom. Úgy szól a cím, sose találnád ki, hol bukkant fel G.V.M. neve. De nem Kulcsár kell kimondani Edinán. A pontot. Nem tudom, miért mondod, hogy azért, pont. Mert kétszer ezt van. Manapság már úgy mondjuk, hogy GVM. Nem, úgy nem mondjuk, mert hogy ő se tudja, úgy kell mondani, és ráadásul nem V, na mindegy. Szóval W lenne. De azért kell kimondani, mert van két pont, de a harmadiknál nincs. Tehát annak nyilván van jelentősége, hogy G.V.M. És ott nincs pont. Na. Szóval, hogy látod, megakadályoztál. Istenem. Sose találnád ki. Ez volt hol... a célom, hogy megakadályozzam ezeket a híreket. Hol bukkant fel GVM neve Kulcsár Edinán? Tetkó lett, vagy mit? Hát, én nem tudom, de látod, hogy te is csendben maradtál egy pillanatra? Hát azért ez gondolkodtam. Azért ez nagyon kemény. Hát figyelj, vagy egy ilyen medált tudok elképzelni, vagy lehet ez már ódivatú, vagy nem tudom. Van egy másik címem is. Na. Megdöbbentő. Mit tapasztalt harmadik terhessége alatt Kulcsár Edina? Jó. Képzeld, nő a hasa. Ó, na, Egon. Na, de egy kicsit, bár nem tud nyilván felérni a te híreidhez, de elindult. Elmondom a kedves hallgatóknak, hogy Nikibe belefolytani a szót, az egy embert próbáló feladat. Nekem ezek szerint ezekkel a hírekkel sikerült. Nem, a figyelmemet lekötni ezekkel a hírekkel. Na. Képzeld el, hogy elindult a magyar Tyúk TV. Mi van? És élőben közvetítik a baromfik életét. Szóval élőben tolnak a Tyúkot. De az a helyzet, hogy a... Ez egy komoly reggeli politikai közéleti műsor, csak mondom. A Heves vármegyei Bátoron egy Henflix nevű YouTube csatorna indult el. És nehéz nevetés nélkül ezt elmondanom, közel 70 tyúk életét gyöngytyúkok, nyulak, galambok is. Tehát ezeket mindennapjait lehet követni, és két streaming is fut. Az a lényeg, hogy két streaminget futatnak. Osztott egyiket... képen lehet látni. Nem osztott kép. Az egyiket napközben ajánlják követni, ez az udvaron, ahogy mit csinálnak a tyúkok, mit csinálnának a tyúkok napközben. A másikat pedig éjszaka, az a tyúkol, ott nyerhetünk be tekintés. Tehát... akit érdekel, az a Henflix egyébként nevű YouTube csatorna. Azért nézem. Kell erre nap, mint nap odafigyelni, mert nyilván igen, változatos a tyúk élete. Igen. Látod, és akkor te a napi Edina rovaton nevetsz. Jaj. Szerintem ez ügyben jó lehet. Na, én kérek bocsánatot a hallgatóktól. Ez már nem tud felülmúlni, se csütörtökön, se pénteken hozhatsz bármilyen lapszemlés hír. Ilyen is ritkán van, hogy Rónai Egon annyira nevet adásban. Könnyen potyog, kérem. Igen. Meg kell vallanom. Na jó, több komolyságot, nagyon komoly műsor volt ez egészen mostanáig, de hát megjött a szerkesztő, legalább tudják a hallgatók, hogy milyen körülmények között dolgozunk, tehát Tyúk TV, meg hasonlók, hát ez van. Erre a héten még visszatérünk. Tehát azt gondolom, hogy egy felmérést megérne, hogy a Tyúk TV vajon milyen hiányra válasz.
Vagy a nézettség. Hát ugye itt van az ATV esete, tehát lehetséges, hogy ezt éjszakánként át kéne vennünk ezt az adást, és de ott el lehetne kapirgálni, kotkodálni. Egyébként van olyan is, hogy gólya fészkeket folyam 0-24-ben közvetítenek, hogy éppen mit csinálnak a gólyák. Hát az más nasz. De nem, azok cukik. Azok cukik. És hát a tyúkok nem cukik? Hát én nem diszkriminálsz? Tudom. Diszkriminálsz? Abszolút, megkülönböztetem az állatokat, ez felháborító. Na, most van 9 óra, úgyhogy a legfőbb ideje, hogy híreket hallgassunk. Egy nagyon fontos híren túl vagyunk, tehát elindult a Tyúk TV. Keressék, kövessék, figyeljék, és számoljanak be nekünk az eseményekről. És köszönjük a figyelmet. Hát ennek a műsornak is volt szerkesztője, még ha ez itt a végén nem látszott is, Toró Nikolett. Niki, köszönöm szépen. És műsorvezetője is volt, hát ő meg könnyesen nevette magát itt a végén, Rónai Egon. Holnap után várom önöket ismét, Tyúk TV ide vagy oda. Viszont hallásra.